Hello, sziasztok! Bocsi a hajam miatt. Mindjárt itt a Valentin nap, úgyhogy legyen egy crop unboxing. Bocsi a kupi miatt, de hát Biotech Day is volt. Most ez ki szokta bírni a fékkor ezt a bontást? Azt hiszem ki mindent kibír, az ennél erősebb. Ugye ismerős a csomagolás, itt megfogod, benyúlsz és végtéped, és akkor kihullik. Jaj, szegény bringa. Na mindegy. Hát ezt így nem merem. Vértem a bringát. És meg is vagyunk. Itt a lényeg. Szegényem. Na, akkor rakjunk először rendet. Kész, ja nem. Szóval mik jöttek most? Ha nézzük át. Ugye valami, ha ismerős, akkor az azért van, mert ez nekem jött M-es méretben, mert ugye rendeltem egy L-es, de az valami óriási, hatalmas, hatalmas, érted? Megvan ez valakinek? Mindegy. Mindjárt mellé teszem az L-eset, hogy az milyen. Ez meg az L-es. De most érdekes módon, hát ez itt fekete-fehér, az meg fehér-fekete, szóval itt a színek se teljesen ugyan, itt az ujja is fordítva van. Szóval ez megint olyan, mint a Rick és Morty, hogy nem teljesen ugyanolyan a pulcsi. Méretfüggő. Ennek a háta fekete? Igen, ennek a háta fekete. Vagy mi? Hogy? De az. De érdekes. Ennek meg a háta fehér. Ugye? És úgy fekete, vagy nem? Hát ez érdekes, mert ez így onnét, vagy innét. Ja. Vagy ugyanolyan? Lehet, hogy ugyanolyan, ám csak én vagyok a... Na, ez egy ilyen szemteszt. Szóval most akkor még egyszer egymás elé tesszük. De majd az lesz a lényeges, csak le kell mosni a hajfestéket magamról, hogy az L-es, meg az M-es, ez mekkora méretbeni különbséget ír le. De egy biztos, hogy itt több a fehér, itt több a fekete. De most ez teljesen mindegy. Na nézzük tovább. Ami még nekem jött, egy narancssárga pulcsi. Szintén M. Majd fölfesszük. És a kesztyű. Hát kell egy jó kesztyű. Csúszásgátlós princsó. One size, ha jól tudom. És a többi, az pedig az én ujjé. Úgyhogy, hogy várjunk. Nem biztos. Az alsó gatyák közül csak az egyik csomag. Csak nem tudom melyik. Ugye? S-es. Egyes, kettes. Szóval, az Zeno 3 alsó gatyája, ha mindjárt áthívjuk, hogy nézze már meg, hogy jó-e neki. Igen. Az Zeno-nak a pulcsia. Hú, ez nagyon jó néz ki, egy S-es kroppos pulcsi. És az Zeno pólója is itt van. Hú, de jó. Csak az Zeno nincs itt. Ez tényleg vagesz. Na, szóljunk neki. Halló! Nem baj, hogy éjjel kettő, ha megjött a csomag, gyere, nézd meg! Jönnek, azt hittem, hogy elszaporodtak a kígyók. Jó lesz ez, szerintem ezek jók, ezek az S-esek. Na milyen az alsógatya, jó? Mi? Csak azt nem tudjuk ugye berakni, mert hát a YouTube-on nem lehet alsógatyába egy gyerek. Jegyzem meg, hogy azért 77 kilómhoz 172 cm az S-es gatya jó. Meg az M-es is attól függ, hogy hány fok van. Neked jó az? Ja. És akkor vegyél fel egy gatyát, aztán nézzük már meg ezt a pólót rajtad. Na, Muti, ez egy S-es póló. Jó lesz? Ja. Na? Aha, de. Szerintem fasz. Frankó. Ott a pulcsi, azt is húzd fel. Ja. Az meg, amit mondtál, hogy ilyen zsebes, kapucnis, ilyen kell. Milyen magas vagy, tudjuk? Meg hány kiló? Mindegy is. 160 vagy mennyi vagy? Nem látok ki. Hát ez ilyen, úgyhogy ez rollerezés közben, ne vedd le menet közben. Szia, Kenny! Tiszta Kenny pulóver. Jó? Ja. Na, ez nagyon frankón néz ki. Na jó, akkor vidd a gatyáidat, aztán ahhoz tovább jövőlem, mert hát éjszaka van. A hold a földre ásít. Már frankó. Reggel. Ezt meg ki kell majd vele, mindjárt kiszedjük. Jó. És akkor térjünk vissza erre az M-es narancságára. Jaj, de egy zoommal ezt nem látjátok. Szóval ez vagesz. Szerintem vagesz. Nem? Így látszik? Nem látszik? Na, látszik. Kényelmes, csak a belseje az a bolyhos fajta sajnos. Ezt mondom, ami nagyon összebolyhozza, ha alá veszel egy pólót.
Egyébként ez egy az egyben a Kenny-nek a pulcsia. Szerintem nézzük meg az M meg az L közötti különbséget. Ugye itt az M, és ez szerintem bőven elég nekem. Jó gondoltam, hogy nem kell az az L-es. Ó, a hajomban nincs zselé, bocsika, de legalább kimostam, ne fogjon össze minden. Szóval az M-es, továbbra is 172 centi. Re az jobb, mert megmutatom az L-es. Aztán tudja a franc, mert aki szereti a lezseret, annak ez a jó, aki meg nem, annak meg az a jó. Nekem meg mi a jó, hogyha feliratkoztok, úgyhogy hello, bello!